Na, folytatjuk a következő részt a Nissannál. Hogy átjöttünk a családias részlegről. Itt van egy kis bolt. A egy-két régebbi meg új autókhoz. Tehát két ért szétbontva. Itt meg lehet nézni, hogy hogy motor mi. Ez a futóműnek elég keménynek kellene, hogy ezt a részt nem mozdítsa be. Ez egy minőségre össze van rakva minden. Hát ezt nem csak úgy összeszórták. Akkor itt egy 50 év fordulós GTR. A legújabb modell. Ez sajnos szerintem nem lesz nálunk elérhető, ugye? Biztos, hogy nem. Japán belpiac. És olyan sokan vannak, mert ünnep, családi ünnepnap van itt Japánban. Most a kisgyerek beült, megnyomkodta a gombokat. Közben itt rohangálnak alattunk, mindjárt fölrúgjuk őket véletlen. Gyönyörű szépség, szinte mindegyikbe be lehet ülni. Itt egy sima GTR. Gyerekárokkal. Itt egy kis gyereksarok, ott egy mikra. Mozgássérülteknek csinálnak ilyen autókat, az hogy merre. Akkor a Fair Lady Z, ami nekünk ugye 370 Z. 50 éves kiadásban, a régi Datsun versenyautókra hajazva. És még a Z-nél is világít az index. Hát a belső a szokásos bőr, vászon keverék piros-feketével. Itt van egy kis, hát a régi múzeumból elhoztak párat, ahol majd mikor? Holnap után fogunk menni. Ez egy 33-as Datsun 12 Phaeton. Hát nem egy nagy autó, igazából ez, hát akárhogy nézem, max másfél ember tudna beleülni. De hát akkoriban ezek voltak az igények. Nem voltak nagyok az emberek, ez volt kényelmes. Ez egy 35-ös Datsun 14 pickup. Kemény. Azt mondja, hogy 15 lóerővel. Hát nagy dacokat ezzel se kellett vinni. Szépen restaurálva. És figyeljétek, itt az index. Tehát benne egy kar, meg ott van egy, az a fehér kar, azt nyomtad meg, és akkor kijött az index, mint a régi bogarakon. Nem egy nagy dolog, nem egy nagy dög. A legkisebb mellékutcánkban is simán elfér. Az utolsó, hát egy kis kupé. 37-es Datsun 16 kupé. Ja, amúgy oda, ahogy megy a videó, oda fogunk majd holnap után elmenni. Babakorlát kék színbe. Mert ugye Anutánnak is babakéket kell csinálni. Szökőkútból. Gyönyörű szép állapotban. Kornak megfelelően. Pótkerék hátul, ugye itt már azért érzedett az amerikai stílus irányzat. Fönt, igazából itt föl lehet menni, de nincsen semmi irodák, meg átjáró a plázába. Kis modellek. Ez az első generációs Nissan Silvia. CSP 311. Ez se egy gyakori darab, egy-kettőt már láttam belőle. Kiállításon meg múzeumban, de nem egy gyakori. Ugye a KPG C10 Hakoszka. Egy igazi államautó. Minden gyűjtőnek igazából kell, ha meg tudja venni. Itt meg a történelem, hogy mikortól hogyan. Tehát most láttunk itt elől a kis Phaetont, ott a sarokban. 33, itt igazából Datsun így kezdődött. Csináltak ugye buszokat is, versenyeztek is, ez Ausztrália körül, egészen ott a mai napig. Régi sziluettes versenyautóik. Melyik az a japán gépét 69-ben végigverte, akkor 72-ben a Hakosuka. Aztán a HR31-es. És így megyünk tovább.
egészen a jövőig, hát a koncepciók ugye IDX, IDX Nismo, ezt nagyon várjuk, reméljük meg is hozzák. Hát ennyi volt itt a Nissannál, reméljük tetszett, azt várjátok a következő videót. Sziasztok!